Kossuth Rádió. Aranyalap. Jó estét kívánok, ez itt a Magyar Változat című szinkron műsor itt a Kossuth Rádióban. Mai vendégünket már nagyon-nagyon régen szeretnénk meghívni ebbe a műsorba. Mondta nekünk már szinkronrendező, mondta nekünk színész kolléga, és mondtuk mi is magunknak, hogy jöjjön el hozzánk mi hamarabb. Nyáróta egyeztetünk, most ez végre sikerült. Én Kovács Gellért vagyok. Én pedig Gyulai Gábor. És még csak azért sem árulom el most se, hogy kiről van szó, hanem előtte meghallgatunk egy felvételt, amiben úgy csinálunk, mintha reggel lenne, és mintha éppen most ébredne a vendégünk, illetve az a színésznő, akit ő szinkronizált. Nagyon büszke lehetsz magadra! Na jó, ide figyelj! Amikor tegnap este azt mondtam, hogy holnap mindenáron ébresz fel reggel 7-kor, azt valójában úgy értettem, hogy holnap reggel mindenáron ad meg a lehetőséget, hogy felkelhessek 7-kor. Hogy 7-kor eldönthessem, hogy tényleg fel akarok-e kelni, de mint azt láthatod, nem akarok. Ezért téged terhel a felelősség a 2002-es nagy óramészárlásért. Nincs túlélő? De a nyuszi alakú megúszta egy közepes lefejezéssel. Ez koffeinmentes. Miről beszélsz? Megint összecserélted a kávét. Elfoglalt ember vagyok, nem cserélgetem titokban a kávékat. Vezetem az üzletet, megrendeléseket írok, sütök, főzök. Befejeznéd végre? A mosdó alatt rendkívül furmányos, de nem jársz túl az eszemen, kis pofán. Oké, jól van. Tudod mit? Feladom. Hú-hú! Csak egyszer ne innál már kávét. Erre csak folytatja. Majd meglepít rakok a műzlidbe. Elájulok. Na jó, tessék, nyertél. Köszönöm. Szívesen. Felkeltél, ettél, itt hagylak. Jaj, elfogyott a fülpuszi. Értesítem a sajtót. Helyes, csak használj idegen szavakat. A természetesség is számít, egyszer majd rájössz. Persze, hogy számít a természetesség, hát már hogy ne számítana. Ez volt a Szívek szállodája című sorozatból egy részlet, aki pedig a főszereplőt szinkronizált, a mai vendégünk, Pápai Erika. Jó estét kívánok! Jó estét Köszönjük kívánok! Szépen, hogy Köszönjük hozzánk. Szépen! Amióta csináljuk ezt a műsort, ha jól számolom, ez talán a harmadik alkalom, amikor ez a sorozat előkerül. Mi, hogy készültünk erre a műsorra, mert legfőképpen ugye én beszéltem önnel telefonon, és egyeztettünk, azért nekem volt olyan érzésem, hogy nem csak úgy hangilag találta meg a színésznőt, a magyar színésznőt, aki szinkronizálta. Elsősorban ez egy nagyon jó kis sorozat, és nem sok sorozatban szinkronizáltam előtte. Ez azért van, mert amikor az ember színházban játszik, akkor nem könnyű egyeztetni, és a sorozat azért ott határidők vannak, és nagyon-nagyon kell alkalmazkodni sajnos a gyártásvezetőnek egy-egy ilyen helyzetben levő színésznőhöz, és ezért hosszú éveken keresztül inkább szólófilmekben szerepeltem, meg gondolom, hogy talán nem is volt igazán olyan, vagy nem tudom, nem találtak olyat, ami én utána kiabált volna, de talán ez olyan volt, legalábbis Aprics László biztosan így gondolta, úgyhogy hát aztán elkezdtük ezt a sorozatot, hát azért kellettem az első pillanattól kezdve borzasztóan szerettük, mert egy annyira elbűvölő karakter, egy olyan picit elemelt világ, ez az amerikai kisváros, és aztán természetesen ez a három nő, tehát a nagymama, az anyuka és a lánya kapcsolata, valami olyan szép, olyan finom, olyan humoros, hogy olyan átélhetővé tette ott a szinkron stúdióban, rettentő sokat nevettünk. És levegőt venni se lehetett könnyű azért. Igen, mert közben. Aztán később megtudtam, mert, hogy vannak bizonyos szabályok ilyen sorozatokban, hogy mennyi poént kell beletenni ugye egy bizonyos idő alatt elhangzó szövegbe, és hogy ezt milyen gyorsan kell mondani, úgyhogy ez egy nagyon komoly technikai próba is volt, hogy ezt a szöveget elmondjam néha, mert elképesztő mennyiségű és elképesztő gyorsasággal kellett beszélni. De volt rá idő, hogy beleszokjunk, szóval elég sokáig csináltuk, nem is tudom hány évig. Azt azért mondhatom, tényleg a legnagyobb szinkron csapatmunka volt, amiben részt vettem, ami maradéktalanul boldoggá tett. Ugye Bács Ferenc, Földi Teri, Titanilla, László Zsolt, és akkor ugye jöttek a férjek, a Lux Ádám volt ugye az apuka, és aztán jöttek a különböző pasik az életében, vagy az életemben, és akkor szóval nagyon-nagyon szerettük egymást, és rettentően jó hangulatú munka volt. És én azt jól képzelem, hogy amikor egy ilyen sorozatnak vége van, és a legutolsó epizódot fölveszik, akkor van egy ilyen nagy egymásra borulás, vagy nem tudom, hogy szinkronban van ilyen? Igen, amikor sorozat van, akkor gondolom igen, mert akkor több ideig él együtt az ember a figurával.
Mert egy film az nem 4 év, ugye? Azért nem mondjuk. Borulunk egymásra, mert nem szabad ezeket így megélni. Nagyon sok ilyen van az életünkben. Tehát ott kezdődik ugye, hogy a filmeknél, amikor az ember elkezdési forgat egy filmet, és akkor együtt van, és nagyon együtt van éjjel-nappal, ugye együtt alszanak, esznek, minden, tehát ott azért ez egy nagyon intenzív együttlét. Nagyon kiemeltnek érzi magát az ember egy filmforgatáson, nagyon dédelgetik, nagyon fontos, és akkor egyszer csak vége van. És valahogy ez az én életemben nagyon-nagyon hamar megtörtént, hogy beleéltem magam, azt hittem, hogy ez mindig így lesz, mert például 8 évszakkal kezdtünk, az is egy sorozat volt. És utána jöttek a színdarabok, amik nagyon-nagyon fájdalmasak voltak. Például a West Side Story-nak úgy lett vége, hogy nem mondták meg, hogy ez az utolsó előadás, és nem is egy színdarab volt olyan, amit úgy vettek le, hogy nem mondták meg, hogy az utolsó. Uh-huh. Nem engedték meg azt, hogy elbúcsúzzunk, és ezt nagyon fájdalmasan éltük meg, de utána rájöttem, hogy jobb így, mert hozzá kell szokni, hogy a dolgoknak vége van. És ugyanakkor vége van, de nem baj, mert attól majd még megint találkozunk, megint együtt leszünk. Szóval ez is szépen tudtuk már, hogy lassan vége lesz, de a Szívek szállodáját azt úgy fejezték be, ugye azt hiszem, hogy az én lányom, az Alexis Blade, nem tudtak valahogy a producerre megegyezni, valami gázsi probléma volt. Minden esetre ugye úgy fejezték be ezt a sorozatot, hogy nem volt elvarva, éppen csak hogy ugye összefércelték. Utolsó 3 rész gyorsan összestoppolták. Összestoppolták. Ugye úgy van, hogy a sorozatoknál, hogy egy idő után már szinte csak attól függ a folytatás, hogy a főszereplőnek mennyi gázsit adnak, vagy ő mennyit kér. Hát valahogy igen, így volt. Semmi más, az elején ugye könyörögni kell a tévének, hogy vegyék meg, hogy még 2 részt hagyd forgassanak, még 3-at, és amikor már valami sikeres, akkor egyszer csak a színész lesz a király. Legalábbis külföldön ez így történik, hát ugye így van, nem? Így van. Na igen, és ennek így lett vége. Nagyon nehéz, de nem borulunk, nem. Úgy csinálunk, mintha próbáljuk ezt olyan természetesen, persze megpuszítgatjuk egymást, persze nem tudom mi, de tudomásul kell venni, hogy az életben bizonyos dolgok lezárulnak, akármennyire fáj, és hogyha azt mondjuk, hogy és ha sírdogálunk, akkor is vége, hogy tehát azt valahogy pozitívan kell kezelni. Hát sírdogálni semmiképp ne sírdogáljunk, viszont maradjunk még a tévébe, és maradjunk egy másik nagyon sikeres sorozatnál, aminek már szintén vége van, viszont nem olyan régen lett vége, és ez is elég sok időt ért meg. És hát itt Pápa Érika egy olyan karaktert szinkronizál, aki, hát lehet, hogy a postással is, de hogy a kertészfiúval biztosan. Hello, Jonathan! Hát ez az én szobám. Bocs a kupiért! Ó, emiatt ne izgulj! Anya épp most ment el. Péntekenként foci edzést tart a hugoméknak. Igen, hallottam hírét. De John, beszélnünk kéne a minap történtekről. Mr. Solis nem fogott gyanút, ugye? Nem, gőze sincs róla, hál' Istennek. Arra gondoltam, hogy mikor átjössz kertészkedni, tényleg kertészkedni kéne. Remek. Szóval most szakít velem. A saját szobámban. Nem. Eszem ágában sincs ejteni. Az utóbbi időben csak te tartottál életben. Csak ezentúl nem csinálhatjuk nálunk. Ó, szóval akkor hol akarja csinálni? Hát, mikor is jön vissza anyukád a foci edzésről? Mrs. Solis. Csípked magad, nincs túl sok időnk. Kihasználták azt a néhányat, ami volt nekik, ez ott tehát a Született feleségek című amerikai sorozatban egy részlet, ahol Pápa Érika, aki mai vendégünk, Eva Longoria szinkronizálta, aki nagyon szép, nagyon kikapós, de hát annyira nem egy jó színésznő. Viszont ezt a karaktert, és ez is egy jellegzetessége ugye az amerikai sorozatoknak, hogy ők nem feltétlenül jó színészeket használnak, hanem nagyon jó figurákat találnak, akik lehet, hogy azon kívül semmi más nem tudnának eljátszani a büdös életbe, de azt az egyet, amire ők megtalálták, azt nagyon. És szerintem Eva Longoria pont egy ilyen karakter ebben a sorozatban. Igen, talán mind a két színésznő, Lauren Graham meg Eva Longoria, és mind a kettőjüket szinkronizáltam önálló filmben. Tehát ugye, amikor a sorozatnak vége volt, illetve még a sorozat forgatása idején is forgattak önálló filmeket, és akkor megkaptam azok közül párat. Egyikük sem volt jó. Pedig ugye például a Eva Longoria, azt hiszem, hogy a Michael Douglas-szel volt. Igen, például, a Kiefer Sutherland, igen, valami Kiefer testőr, Sutherland vagy valami. Nem tudom, micsodában is, igen. Nem es egyszerűséggel. Tehát nem voltak igazán jók. De hozzá kell tenni, hogy nem is találták ki őket. Ez azért egy nehéz dolog, mert ebben a sorozatban mind a ketten elképesztően professzionálisak voltak. Tehát lehet, hogy valóban egy dolgot tanultak meg, de
Az Éva Longoria az valami elképesztő módon fejlődött például, és ahogy a népszerű lett, úgy kapott egyre jobb labdát. Én nagyon nem szerettem ezt a sorozatot az elején, én kétségbe voltásva, hova kerültem, Jézus Mária, mi ez, ki ez, micsoda? Azok voltak a legjobb részek az elején. Nekem, na, el sem tudtam képzelni, és aztán utána elkezdték őt favorizálni, vagy legalábbis hát a férfiak imádták, szóval az kétségtelen, ez az érdekes. És akkor nagyon jó, pár rendkívül jó rész volt, amikor én magam ott álltam, és annyira, hát ugye az ember nevet, tehát eldobtam magam, szóval, ahogy néztem a jeleneteket, hogy ez mennyire jó. Tehát én nem mernék ilyet mondani, hogy ki a jó színésznő. Az a jó színésznő, aki sokféle dolgot tud csinálni jó színvonalon, vagy az a jó, aki lehet, hogy csak egyet tud, de azt zseniálisan. Tehát erről olyan hosszasan lehetne beszélgetni, vagy nekem, akkor beszélünk most rólam, most önző vagyok, tehát nekem az a szerencsém, hogy annak örülök, hogy ilyen szélsőségesen különböző karaktereket, csak szinkronról beszélek, is nekem adtak, és szinkronizálhattam. És nagyon nagy dicsérete az, amikor azt mondják, hogy Jézusom, ez te voltál, és csak később jöttem rá, vagy nem jöttem rá, hogy ez az én hangom. Hát elmondhatok egy sztorit ezzel az Éva Longoria? Hogy nem, egy tüneményes fodrászom van, Karika Zsolt, és hozzájárok nem tudom hány éve. Az ő partnere, a Laci, ugye nagyon régen ismernek, és hát az ember nem színésznő a magánéletében, vagy szóval nincs rá szükség, hát hogy mondjam, van rá nekem helyem, ahol színésznő lehetek, ott szépen visszafogottan. És hát meghallotta az Éva Longoriát, hogy ez Erika, hogy ez az Erika, hogy ő ilyeneket mond, és hogy és mondja, a Zsolti megmondta, a Lacikám, hát az Erika színésznő. Tehát ez az Éva Longoria volt talán azért, mert olyan elképesztő, hát szexualitás van benne, hogy az nagyon érdekes volt nekem. Két ilyen eset volt az életemben, az Éva Longoria, az még mindig tart, hogy meghallják a hangom, és ez valamiféle érzéki dolgokat, nem én, hanem nyilván az Éva Longoria. A másik egyszer Eszenyi Enikő rendezte az Olasz szalmakalapot, és azt találta ki benne, hogy én egy ilyen borzasztó kövér nő van benne, de nem kövér lett végül is, hanem ilyen ekkora mellei lettek, de tényleg ilyen ekkora, meg a feneke is ilyen nagy, ilyen, olyan, mint egy Toulouse-Lautrec kép, úgy öltöztettek fel, állati jól nézett ki, és akkor döbbentem rá például, hogy a férfiak két ekkora melltől, konkrétan a kollégák pedig hát tudták, hogy az csak két, hogy magukon kívül voltak, tehát ahhoz sem volt semmi közöm, bár hogy ilyen értelemben nem, persze én voltam benne valahol, és ugye hát az Éva Longoria esetek azt mondják, hogy hát persze, hogy az emberben benne van, hát ez a jó benne, hát ezért vagyunk színészek, hogy itt az ember, és akkor alkalmam van felhozni olyan dolgokat, amit esetleg nem mutogatnék, vagy nem beszélek róla, vagy nem lehet olyan egyértelműen látni. No, a nagy mellek és Éva Longoria után térjünk vissza a 90-es évek végére, egy olyan egy Soderbergh filmből egy bejátszás, címét nem árulom el. Annyit mondok, hogy van benne George Clooney. És egy autónak a csomagtartójában fog majd beszélgetni Pápa Erikával George Clooney, illetve hát Szabó Sipos Barnabás természetesen. Téged hogy hívnak? Holnap úgyis benne lesz az újságban. Jack Foley. Biztos hallottad? Miért? Híres vagy? Mikor Kaliforniában elítéltek, azt mondták, több bankot raboltam, mint bárki a nyilvántartásban. Vagyis hányat? Őszintén szólva nem tudom. 18 éves koromban kezdtem. Káli bácsikám sofőrje voltam először. Szóval fél életedet a börtönben töltötted? Végül is, igen. Ha visszamegyek, 30 évet kapok. El tudod képzelni? Minek? Én nem rabolok bankot. Úgy látom, nem is félsz. Nehogy is nem. Nem úgy viselkedsz. Mit vársz tőlem, hogy sikítsak? Úgy se sokat segítene. Csak nyugodtan fekszem itt, és kivárom, még elszúrtok valamit. Mint a volt felesége. No, ez volt a Minta Camphor című film, és ön volt Jennifer Lopez. Igen, igen, igen. Mint ahogy igen. Többször is. Igen, azután. Igen. Ő egy újabb szexszimbólum, akit Pápa Erika szinkronizál. Akik nem látták még Pápa Erikát személyesen, színházban, filmen esetleg, azoknak elmondom, hogy egyáltalán nincs szégyenkezni valója, de azért mégiscsak felelősség, nem? Szóval, hogy ilyen igazi, nem tudom, férfiak álmát szinkronizálni. A nem. Nem? Ezt akartam kiprovokálni, nehogy már Jennifer Lopez kicsit is zavarjon minket. Nem, tényleg csak arról szól, hogy
hogyha valami jó, tehát egy jó filmet szinkronizálni, jó színésznőt szinkronizálni, az nagyon izgalmas, és nagyon szeretem. Igen, de a hétköznapok szintjén azért ez, hogy mondjam, egyszerűbb, és talán egy picit izgalmasabb is, mint hogy mondjuk ezt maga a színész átéli, mert ugye az van, hogyha valaki rajong Jennifer Lopezért, vagy George Clooneyért, akkor akarva, akaratlanul is az jut eszébe, hogy Jennifer Lopeznek olyan a hangja, mint Pápa Erikának, a George Clooneynak, meg mint Szabó Sipos Barnabásnak. Ja, gyönyörű hangja van. A színésznek, ha tetszik, ha nem úgy csinálja a dolgát, hogy azt mondjuk a rajongók elfogadnák, akkor a felelősséget azt itt gondolom valahol egy ilyen történetben. De persze ez meg a szinkronrendezőnek a felelőssége. Pontosan, így van az, hogy én azt gondolom, hogy a szinkronrendező egy igazán jó szinkronrendező, olyan, mint egy igazán jó rendező, ugye azt mondja, hogy szereplőválasztásnál dől el minden. Na hát azért nagyon szerettem azokat a szinkronrendezőket, akik például teljesen más külsejű színésznőket szinkronizáltatnak velem, és pontosan tudják, hogy arra milyen jól rá simul a hangom, és el vagyok ragadtatva, amikor egyszer csak megszólal, és hallom, hogy jó, és azt tudom, hogy ő tudja, és ő sokkal jobban tudja, mint én, mint ahogy a színházban is. Azért az igazi, hogyha valaki belém lát, azt, és jobban belém látja kívülről. Azért az igazi nagy rendezők mindig a színésznőkbe belé láttak, és nem a színésznőknek kellett jelentkezni, hogy én ezt szeretném eljátszani, mert ő lát engem, ő hall engem kívülről igazán. Úgyhogy én azokat a feladatokat nagyon szeretem. Az is érdekes persze, hogy amikor nagyon vágyik az ember valamire, vagy valakire, vagy nem vágyik, de azt gondolja, hogy hú, az milyen nagyszerű színésznő, de azért mégis tudom, hogy elkezdem szinkronizálni, és érzem, hogy persze megcsinálom. De nem én vagyok az igazi. Például mondhatok ilyesmit, hogy Meryl Streepet szinkronizáltam talán kétszer. Igaz, hogy akkor nem volt rossz, mert ilyen fiatalkori filmjében szinkronizáltam, és akkor az rendben volt. De azért tudom, hogy ez például nem én vagyok. Tehát a Ráczkevei Anna gyönyörű barna hangja meg a Meryl Streep, szerintem az valami egészen elképesztően összesimul, és tudom, hogy az például ő. Az, hogy Nicole Kidman nekem bármilyen helyzetben ennyire magától értetődően jöjjön, az is egy reveláció volt nekem. Egyébként a Bangkok Hilton volt az első, amikor őt még senki nem ismerte, és engem se jelzem, tehát még a pályám kezdetén voltam. Ő volt a kis vöri. Ő volt a kis vörös, igen, de én is az voltam az a kis, tehát, és akkor annyira érdekes volt, hogy így kezdődött, és már akkor is nagyon-nagyon könnyen ment. A könnyen megy, az azt jelenti, hogy jó, tehát hallja az ember, hogy ez megvan, hogy akkor úgy, és aztán ő is annyi félét játszott, ilyet, olyat, amolyat, és mindig könnyedén csinálom. Hallgassunk egybe bele. Mit szól hozzá? Most egy olyan Nicole Kidman filmből következő részlet, ahol már Nicole Kidman nagyon nagy szupersztár, már nagyon szereti a botoxot, de azt még mindig nem lehet tőle elvitatni, hogy egészen remek színésznő, és komikának se utolsó, ez fog most ebből kiderülni. A legjobb ember. Gondolhattam volna. Nagyon rendes ipse a férje. Igen, és gondosan választja meg az alkalmazottait. Miről beszél? Így nem csodálom, hogy a csőd szélén. Én nem vagyok alkalmazott. Na, valóban akkor talán azért furikázik velem a fárövédászra, hogy szívességet tegyen a férjemnek? Nem. Amiért olyan rendes ipse? Azért viszem ki magát, mert a férje 1500 marhát ígért. Ezért a fuvarért? Fenéket, Liba, hajtásra. Drover vagyok, lady. Marhákat hajtok innen oda. Kialkudott pénzért. Senki se fogad fel, senki se zavar el. Persze. Minden vagyonom elfér a nyerek táskában. És ez jól is van így. Csodás, elragadó. Hogy ne éljen a szabad vad kalandos élet. Nem való azért mindenkinek. Hát nem, ebben teljesen egyetértünk. A legtöbb ember tulajdont akar. Földet, bőröndöket, kinek mi kell. Az ad nekik biztonságot. Pedig az könnyű elveszteni. És a végén úgy sem marad más az embernek, csak egy történet. Az legyen minél jobb. Igen, igen, legyen az élet kalandregény. Pont úgy beszél, mint a férjem. Itt vannak a kengurok! Nagy vörösök. Csodásak! Gyönyörűek! Igen, gyönyörűek. Még soha nem láttam élő kengurut. Na hát, hogy ugrálnak? Igen, ugrálnak. Istenem, de gyönyörűek! Nézze, milyen tündérjen ugrál! Szegény kenguru, szegény Nicole Kidman, aki együtt autókázott Hugh Jackmannel, a szinkronban pedig Pápai Erika László Zsuzsa. Ugye ez az ismerős páros. Ez az Ausztrália című gigalátványos szupermelodráma.
amit ugye Oscar gyanúval küldtek a mozikba, aztán végül eléggé nagy bukás lett, bocsánat, de én nagyon szeretem egyébként. Hát ez a túlzások filmje. Igen, tehát ez egy nagyon ilyen elfújta a szélre. Persze, konkrétan a nagy klasszikus hollywoodi eposzoknak egy tisztelgés. Igen. Mondjuk az Ausztrália volt a legérdekesebb olyan szempontból, hogy bementünk, elkezdtük szinkronizálni, filmgyárban csináltuk, és megcsináltuk az egész filmet, hát nagyon nagy film, nagyon nagy munka, és hát végül is elég jó gázsi volt, bár éppen ezeknél a filmeknél lehetett összehasonlítani, hogy amennyit Magyarországon fizetnek egy színésznőnek, ugyanezért a szinkron szerepét Németországban gyakorlatilag egy lakást vehet magának belőle, tehát nagyon érdekes, mondjuk nagyobb a piac, de ez egy ilyen komolyabb munka volt, és megcsináltuk az egész filmet, majd eltelt pár hét, és újra hívott a Fehér Józsi, hogy menjek meg, és megcsináltuk az egészet még egyszer. Tudnélik, újra vágták, és tesztvetítéseket csináltak, és elképesztő volt látni, hogy egy hollywoodi filmet hogyan vágnak újra. Anélkül, hogy forgattak volna, megváltoztatták a végét, megváltoztattak jeleneteket, tehát a Blue Box technika miatt egyszerűen az egyik az egy vízesés előtt volt, utána meg egy szakadék előtt volt. Tehát valami hihetetlen. És akkor nagyon sok mindent megértettem. Például az amerikai filmszínészek munkamódszere, meg az ő lehetőségeik, meg a mieink között, meg egyáltalán egy színházi szerep között, szóval hihetetlen. Hát azért, hogyha 500-szor felvesznek egy jelenetet, nincs az a tehetségtelen. De komolyan 500-szor veszik föl, és ha még tehetséges is a színész, ugye annyira tudja már, annyira tisztában van, annyira pontosan, és annyit vágják, hogy gyakorlatilag abból zseniális dolgokat lehet kihozni. Igen, fél mondatokból szület hozni egy nagy monológot. Ezek szét annyira szétszették a filmet, hogy teljesen újra kellett csinálni az egészet. Tehát nem volt olyan, hogy... Igen, és az a szerencse, hogy nekem az jó volt, mert kétszer csináltuk meg. Igen. De például a Nicole Kidman tudni, hogy ő állandóan liheg. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen szédüléses ájulás roham vagy film vége. Addigra én már nem vagyok magamnál. Hát ebben a filmben meg főként ezt csinálja, ugye? Igen, és ugye a szinkronra kell. Tehát a félrejtések elkeséveket nem csak lihegek, hanem hogy ki, be, ha, tehát az, hogy egy sírás, vagy egy nagy zokogás, vagyis hogy mikor veszi be a levegőt, mikor fújja ki, hogy veszi, hányszor veszi, hogy az ugye azt pontosan úgy kell csinálni. És ő vele ez állandó. Tehát az egész filmet meg kellett csinálni még egyszer, tehát ez pont az Ausztráliával volt. Egyébként büszke azokra a dolgokra vagyok, ami egyébként a Szívek szállodájában is volt, és itt az Ausztráliában is volt, most a Hemingwayben is volt, és nagyon sokszor így van, hogy énekelni kell. És ugye az viszont nagyon bonyolult, mert ugye ha nem zenés szinkronrendező van, prózai, akkor a dalokat ugye meg kell tanulni, kell hozni korrepetitor, zongora, betanulni, lefordítani a dalt, és a dalokat szájra, és egy dalt magyarul elénekelni, egy angol, tehát az egy... Erre vagyok büszke. Tehát, hogyha valami ugye, hogy a profizmus, hogy azt tudjuk, arra mindig kihagynak nekem pár órát, meg úgy szokták, hogy nem tudom, és akkor az általában az nekem 12,5 perc. És itt például a Szivárványdalt kellett elénekelni, és azt még azóta is emlegetik ők is. De mondjuk hozzá kell tenni, hogy játszottam a Dorotit, de más dallammal. Tehát, hogy meg kell tanulni ott a dalt, rögtön kell énekelni, szinkronra énekelni, magyarul énekelni jelenetben, szituációban. És ezeket például szeretem, az jó kihívás. Úgyhogy meghosszabbítom a Pápa Erika fanklub tagsági igazolványomat. Mi lenne, ha most kivételesen és röviden nem bejátszanánk valamiből, hanem kérdeznénk csak erről a szinkronról, és elmondom, hogy miért nem játszunk be belőle, mert hogy ez még nem jelent meg semmilyen adathordozón, eléggé nehéz jogilag lerendezni. A Dallasról, az új Dallasról szeretnék néhány gondolatot, mert hogy ugye ott az történt, hogy jó néhány színész, magyar színész, aki szinkronizált az eredetiben, már ugye nincsen közöttünk. Igen. És így kapta meg Pápa Erika Sue Ellen, illetve hát, hogy Magyarországon ismerik, Samantha szinkron szerepét, és szerintem nagyon érdekes ebben a szinkronban, hogy bár a színésznő, Linda Gray, hát hogy mondjam, még mindig olyan érdekesen mozgatja a fejét, mint régen, és egy kicsit még mindig benne van ebbe a mindjárt lenyomok egy felest figurában, amiben mi őt megszerettük, de Pápai Erika hangja, és ez nyilván szinkronrendezői döntés, egy picit őt helyre billenti. Ezt nézem mindenki bele, aztán döntsen, hogy egyet érte velem, vagy nem. Szóval, hogy határozott a figurának tűnik így Samantha, mint amilyen mondjuk ő angolul. Nem, hanem ezt kérték tőlem. Tehát az volt a lényeg, hogy ez egy más karakter,
hogy ő már túl van rajta ezen a... Igen, tehát, hogy az alkohol, meg minden ezen, hogy és egy sikeres, azt hiszem, arra is indultál aztán, hogy ugye egy politizáló, egy egészen más fajta nőt akartak itt most már mutatni, aki már öntudatra ébredt, tehát ugye ő Joki felesége volt, és egy egészen más helyzetben, egy másfajta női szerepet képviselt. Itt most már inkább ez a Hillary Clinton-os vonal, tehát az a nő a politikában, és aki megtalálja önmagát, és a egyenjogúság, és nem tudom mi. Egyetlen egy dolog, hogy ő most azért, hát 70 körül, tehát sokkal idősebb, és a hangja nagyon idős már. Viszont a külseje szerintem nagyon jól néz ki, tehát igen, meg nagyon szépen van fotózva, minden nagyon rendben van, de ugye a hang, különbözőek vagyunk, van akinek a hangja megöregszik, van akinek nem. És az ő hangja nagyon-nagyon megöregedett. Hát most senkit nem akarok, tehát a Csodálatában, meg a Dallas, meg nem tudom micsoda, de Linda Gray konkrétan úgy beszélt, mint amikor tudjuk, hogy az időskorban ugye a fog, a protézisa van, és a protézis csattogását lehet hallani az ő, ahogyan beszél. Illetve nem is csak azt, hanem még mondok valamit. A plasztika, az a baj, hogy úgy plasztikáznak, hogy itt az arc, hát most nem látják, ugye, tehát itt felhúzzák, ugye, itt ezt ide felhúzzák. Igen. Nem az, hogy nem tud mozogni, csak ettől, tehát megmutatom, hogy ugye így beszélek, na most, hogyha ide van, akkor elkezd kicsit így csattognia. És nála nagyon erősen bejött ez a itt, mert másképp áll. És hát ugye az volt a fontos, hogy ez ne ilyen legyen. Ennyi. De egyébként ezzel a Dallas-szal kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon kevés volt, tehát ez nem tudom, 7 rész volt. Ez idő alatt nem lehetett engem megszokni. Szóval itt van az, hogy szerencséje van, aki nem tudom hány százat megcsináltak, egy tünemény volt, és szerintem nagyon jól illett hozzá a hangja, és pótolhatatlan ilyen szempontból, de egyáltalán nem volt semmiféle szándékom, tehát mivel a karakter is más volt, én is más vagyok, ezért ezt nagyon vállaltuk, hogy ez egy másik fajta hang lesz. Menjünk vissza abba az időszakba, amikor kb. Nálunk elkezdték vetíteni a Dallast, de nem a tévéret leszünk, hanem moziba fogunk ülni, és egy nagy költségvetésű kalandfilmbe fogunk behallgatni. Nekem ez a film is nagy kedvencem, meg a szinkronja is nagyon nagy kedvencem, majd utána elmondom, hogy miért. Marian! Nem azért jöttem vissza, hogy megbántsalak. Megesküdtem a bátyádnak, hogy megvédelek. De nem pótolhatod a bátyámat. Nem is akarom pótolni őt. Amikor hazaértem, romokban találtam az otthonom, és az apámat megölték. És nincs más magyarázata, csak amit egy vak öreg ember el tudott motyogni. Én csak arra emlékszem, hogy elkényeztetett tacskó voltál, és meg akartad gyújtani a hajamat. A háború meg a rabság megváltoztatja az embert. Akármi történt közted és apád között, nem szabad elhinned, amivel vádolták őt. Nem is hiszem. Ez itt a Magyar Változat című szinkron műsor, itt a Kossuth Rádióban. A mai vendégünk Pápai Erika, aki éppen Szakácsi Sándorral magyarította itt a Robin Hood, a Tolvajok Fejedelme című, szerintem egészen kiváló kalandfilmet. Ugye Szakácsi Sándor volt Kevin Costner, Pápai Erika, pedig Mary Elizabeth, hogy kell ejteni a nevét? Mastrantonio. Szóval én nagyon szeretem ezt a szinkront. Egyrészt azért, mert hát elképesztően jók benne a hangok. Ez még úgy nagyjából a magyar szinkron klasszikus korszakának a végén készült, ugye a 90-es évek elejét még ide sorolhatjuk, és ugye itt azt mondja Costnernek a hölgy, hogy elkényeztetett tacskó voltál, és én azóta senkire nem tudom ezt pejoratíve használni, hogy elkényeztetett tacskó, mert annyira szépen mondja Pápa Erika, hogy ihaj. Ez a film, ez mennyire készült már abban az időszakban, amikor már ezekre a nagy hollywoodi projektekre oda kellett különösen figyelni? Én arra emlékszem, hogy ez még a pályám kezdetén volt. Erre nagyon emlékszem, erre a szinkronra, mert szóval az egyik első volt nagy hollywoodi produkció, amit csináltam, vagy ami nekem emlékezetes volt, vagy fontos volt. És van is egy történetem, mert egy nagyon érdekes dolog történt, amikor ezt megcsináltuk, akkor én azt gondoltam,
hogy nagyon sok mindent tettem bele lelkileg. És én nagyon fontosnak tartom, ugye hát énekelek is, és van egy fantasztikus énektanárnom, Bagó Gizella, és mi mindig azt tanultuk, és ez a legfontosabb, hogy az emberi hang színe, hogy a legfontosabb a hangszín, hogy az ember nagyon sokféle hangszínen tudjon énekelni és beszélni. És én azt gondoltam, hogy nagyon sok mindent beletettem ebben a magam pályakezdő módján, és ezért elmentem ezt megnézni a moziba, és akkor úgy annyira vártam, hogy milyen lesz. És iszonyú, jó volt. Nem, nagyon rossz volt. Rossz volt? Nagyon, nagyon rossz volt, megmondom, hogy miért, mert én nem tudom, mi történt, rettentő halk voltam. Tehát amikor én azt gondoltam, hogy nagyon finom vagyok, átélt, és nagyon különböző hangszíneket használok, akkor ott a moziban az történt, hogy nem volt elég zengő a hangom, tehát nem jött át, mert ugye nagyon, nagyon kell figyelni, hogy egy mikrofonban teljesen másképp kell beszélni, és ott bizonyos stúdiókban lehet susogni, máshol nem, ilyen a mikrofon olyan, tehát ez nagyon, nagyon érdekes, mindig közel álljon, távol álljon, ez kevés, amit adsz, máshol a sok, szóval mindig meg kell találni, hogy melyik szinkron stúdióban ki mit óhajt, mit akar, milyen a technikája, na mindegy. Tehát, és akkor azt gondoltam ott a moziban, ezt elszúrtam, kezdő, tehát nem tudtam, hogy kell, több kellett volna. És ez az egész film, ez nekem egy kudarc élmény volt, legalább tizenvalahány évig, talán tavaly előtt otthon voltam, és a fiamat ez érdekelte, és szerette volna megnézni, és egyszer csak láttam, hogy megy a tévében, és éppen vasaltam, mert tévénézés közben mindig vasalni szoktam. Hát mondom, mindegy, belehallgatok, tudtam, hogy borzasztó rossz lesz, és meghallottam, és elképesztően jó volt. Tudnélik, az történt, hogy átkeverték szerintem. Illetve biztos. DVD-re elképzelhető, szokták ilyet csinálni. Én nem azt gondolom, hogy annak idején a hangmérnök szúrt el, ott nagyon sok minden történik, ugye, hogy hogy adja le, és hogy mit csinálnak vele. De a tévére átkeverték, és megtörtént az, amit én gondoltam, és tizenvalahány év után ott át, majdnem elsírtam magam, és tudom, azért felhívtam a gyereket is, hogy gyere, hogy Istenem, hát tizenvalahány éven keresztül ez számomra egy irgalmatlan szinkron kudarc volt, hogy amiben én azt gondoltam, hogy nagyon finom voltam. Színésznőként nagyon sok mindent beletettem, az egy totális vacakság volt, és egyszer csak megszólalt. Úgyhogy azért örültem, köszönöm, ez most írtó jól esett nekem. Hát, ez az, amikor a kereset és kínálat úgy találkozik, hogy nem azzal a szándékkal a kőbefetetlen az ember, mint ami történetet hallóra. De én azt hiszem egyébként, hogy azon gondolkodom, hogy én ezt moziban láttam annó, de nekem ez nem tűnt fel, nekem már akkor is nagyon tetszett. Maradjunk a 90-es években. Azt hiszem, talán két évvel később készült az a film, ami szintén nagy siker volt, nem kosztümös, de izgalmas rettentően. Hallgassunk bele ennek az egyébként nem annyira meghitt filmnek az egyik meghitt pillanatába. Figyelj rám, Mitch! Felejtsd el most a munkádat! Képzeljük azt, hogy megint a régi lerobbant lakásunkban vagyunk. Aztán egy nadrágzsebben találunk némi apró pénzt. Ilyesek vagyunk. Hozzatunk pizzát. Serezünk. És bámuljuk a tévét. Meg kellene próbálnunk. No, megpróbáljuk kitalálni, hogy ez miből volt. Ez volt Sidney Pollack rendezte Cég című a film. Cég. A Cég? Aha, igen. Tom Cruise. A Firm, ugye? Ugye a Firm, igen. És de nem akarod ki Almandal csinálta? De igen, így igen, van. Igen. Csak ő most egy nagyon keveset szólal. Igen. Amikor az Armand olyan édes, azt mindig, ezt valahogy meg ő jegyezte meg. Most együtt játszottuk a Csárdás királynőben, ő volt a férjem, és akkor mesége. Tehát, hogy valahogy ez meg neki megmaradt nagyon ez a... Igen, ez ő volt nekünk vendég, és ő még arra is emlékezett, igen, hogy hívták a karakterét a Cocktail című filmben, ahol szintén Tom Cruise szinkronizálta. Nagyon-nagyon szereti a Tom Cruise. Igen, és szerintem kitűnő is az Armand hozzá, nagyon érdekes, pedig hogy alkatilag teljesen másnak tűnik, és mégis a hangja nagyon, nagyon jó. Igen, ez az volt. Ez az a fajta merészség, amikor ugye régen rendezőfüggő volt, hogy olyan színészt választunk, aki hasonlít a szinkronizálandó színészre, és akkor az jó lesz, vagy pedig egy teljesen merész húzással mondjuk így ez a kísérletezés hasznára válik a szinkronnak, mert akkor születhetnek olyan zseniális párosítások, mint mondjuk a Garas Dezső volt a Profiban például, tehát senki nem gondolta, hogy a Belmondót a Garas Dezső az milyen fantasztikusan, fogja megcsinálni. Pont a Céggel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy megint csak arra térek vissza, hogy a 90-es évek, hogy amikor ez a film készült,
akkor ugye volt egy magyar szinkronrendező, és hogy akkor külföldről mondjuk akkor már szóltak ebbe így bele, hogy ezt mennyire cégnél? Kell. Vagy abban az időszakban volt olyan, amikor már kifejezetten így hangminták, és akkor csak azt lehetett, akit ott kint kiválasztottak bizonyos szerepekre? A cégnél nem emlékszem, szerintem talán akkor még nem. Nekem az első, amikor castingolni kellett, és beleszóltak, ugye azok a rajzfilmek voltak, tehát az konkrétan az Anasztázia volt, amire azért voltam rettentően büszke, és az is egy különleges élmény az életemben, mert ugye ott külön castingoltunk a hangra, mert a Meg Ryan volt a hang, és ugye más énekelte. És itt is azt hiszem, hogy a Stolbuci volt a fiú, és akkor ugye utána László Bolt is, nem tudom, ki volt a hangja, hogy azt külön küldték ki mintának, tehát külön küldték ki, hogy akkor én megkaptam a Meg Ryant, és külön küldték ki még egy csomó mindenkit, aki meg énekelt is. Uh-huh. És akkor azt is megkaptam. Tehát az Anasztáziában ugye én éneklem is, ami az amerikai filmben nem így van. Uh-huh. Tehát, hogy én éneklem is, én vagyok a hangja, és akkor Amerikából jött például külön hangmérnök, és ott keverte, és ott éjszaka, ott beleszólt minden hangba, meg nem tudom mi. Oh. Tehát akkor volt először ilyen. Mi is hoztunk egy animációs filmben részletet, de nem az Anasztáziából, azért nem, mert hogy ebben egy kicsit még trükkösebb az éneknek és a prózának a viszonya, mert hogy a színészek ugye magyarul beszélnek, a szinkronhangok, viszont a dalokat meghagyták angolul, amik ismert popslágerek feldolgozásai. Ez lesz a Táncoló Talpak című Pingvines Hókamókával egy részlet. Memphis! Sikerül, édesem? Persze, láthatod. Mm. Jó, melegben van. Nagyon vigyázz rá. Mintha már meg is mozdult volna. És ahogy az szokás, a pingvin mamák elmentek halászni, kérlek, az apák pedig otthon maradtak kikölteni a tojásokat. Ugye rád bízhatom, drága? Hát persze, édes. Várni fogunk rád, a két magányos szív. I love you more, more. Tell me why. Ég veletek! Ég veled, Norma! Nem kell aggódnod értünk! Don't wanna let you go. No hát, ezek a talpak nem csak táncoltak, hanem a talpak tulajdonosai, a pingvének énekeltek is. A Táncoló Talpak című animációs filmben, ahol Pápa Erika szinkronizálta a pingvin mamát, és ez szerintem azért is érdekes nagyon, mert ugye itt az eredeti színésznő énekel aztán a végén, meg előtte is, de annyira szépen van megformálva az ő magyar hangja, hogy gond nélkül akár azt is elhihetem, hogy ő énekel utána angolul, mert hogy ez ilyenkor probléma szokott lenni legfőképpen azoknál a filmeknél, ahol ugye musicalekről van szó, és a prózát azt szinkronizálják, az éneket pedig nem, hogy hiába zseniális a magyar színész, aki szinkronizálja az amerikai sztárt, vagy az akármilyen sztárt, hogyha utána neki teljesen más az ének hangja. Na most itt ezt a problémát nem éreztem. Hát ugye ez Nicole Kidman volt. Igen, így van. Azért mondom, hogy ez így könnyű, és ugye nekem azért megvolt előtte a Moulin Rouge, és a Moulin Rouge pontosan ugyanerről szólt, ugye, hogy az én magyar hangon, és utána ő énekelte angolul. De mondjuk a Moulin Rouge-nál nagyon sajnáltam ott, hogy nem énekelhettem, de hát ezt nem lehetett, mert az egy állati komoly felvétel volt. Lemez minőségen volt felvéve, ugye nagy zenekar, és nem tudom, szóval az komoly volt. Egyébként most a Hemingway és Gellhornban kellett énekelnem, és na hát az nagyon érdekes volt, hogy ugye az egy alacsonyabb költségvetésű HBO-s film volt, és hogy mi lehet észrevenni, hogy alacsonyabb a költségvetés. Például azon, hogy énekeltek egy kocsmában a cappella egy dalt, ráadásul egy olasz dalt, mindezt olaszul, úgy, mintha a kocsmában csak úgy dudarásznánk, és ez kellett nekem a teljesen ismeretlen dalt olasz a Nicole Kidman-nel elénekelni dudorászva. Erre megint kaptunk jó sok időt, de kellett is, mert kiderült, ez nagyon érdekes, hogy a Nicole Kidman, meg a Clive Owen, aki hát nem énekes, de hát a Nicole Kidmannek szerintem tüneményes hangja van, és hát nagyon édesen énekel a Moulin Rouge-ban, olyan hamis volt, nem viccelek, hogy körülbelül egy nagy szekundot legalább a dal közben elcsúszott. És itt a szituáció, jó volt a kocsma, a szituáció, igen ám, de akkor sem lehet hamisan énekelni. Szóval ez a nagy tévedés, hogy attól, hogy kocsma, meg attól, hogy nem tudom micsoda egy dal, attól nem lehet hamisan énekelni. És az Imrével, a hangmérnökünkkel kikeresztjük a YouTube-ról ezt a dalt, meghallgattunk két vagy három feldolgozást, nem lehetett kivenni, hogy mi a dallam, annyira hamis volt. Megtanultam
a dalt, 2 perc alatt a YouTube-ról, egy vadidegen olasz dalt, és kivette a fülemből a Nicole Kidmant, hogy el tudja, mert nem tudnám, ugye az embernek hamisan énekelnek a fülébe, akkor lehúzza. Kivette a fülemből, tehát még az sem volt a fülemben, hogy segített volna a szinkronba, hogy mi, és akkor úgy kellett szájra szinkronizálva énekelnem. Tehát ez, ami ugyanolyan büszke vagyok, mint egyébként a szivárvány. És aztán meg is hallgattam direkt ezt a részt a filmből, és ez másnak semmit nem jelent. Ez annyi, hogy hangi csál. De hogy abban milyen munka volt, azt csak mi tudjuk, hárman, ugye? Nekem erről az jut eszembe, erről a hamis Nicole Kidmanről, hogy én 93-ban azt hiszem, már nem emlékszem pontosan mikor készült, én nagyon szerettem az Aladdin című Disney rajzfilmet, és ugye a Jinnek a magyar hangja a Mikó István volt, és a Mikó Istvánról tudjuk, hogy ugye szinkronban is egészen zseniális, tehát prózában is fantasztikus, és énekelni is kiválóan tud, és ez a dolog eltartott nekem egészen 2000-valahányig, amikor megjelent DVD-n a film, és akkor megnéztem, hogy milyen eredeti hanggal, és ugye ott annyira működött szerintem a hiúság, meg Robin Williamsnek akkoriban nagyon ment a szekér, tehát akkor Mrs. Doubtfire, meg mit tudom én, tehát akkor azt gondolták, hogy bármit megtehet, de hogy a Robin Williams milyen hamisan, milyen rosszul énekel. Egyszerűen nem jönnek ki azok a hangok az ő száján, amiknek ki kell jönni, és ugye a Jinnek van egy ilyen szólója, egy ilyen igen, saját száma, igen, ott a barlangban, és hát a Mikó István azt erősen felhúzza azt a dalt, és ez valami fantasztikus. Hát ugye? Ez erre vagyunk büszkék. Tehát amiről beszélünk, anya hagyja, hogy Mikó István hogy énekel, ugye, aki operában is énekel. Tehát, hogy itt azért olyan anyag van, olyan hangszínek vannak, olyan formátumok, hogy hát mi tudjuk, mert itt most a Linda Gray-ről beszéltünk, hát ez egy új gyakorlat volt, de hányszor kellett ilyeneket csinálni. Igen. És azt most már talán tudják, hogy bizony világsztároknak szörnyű, tompa, rossz hangszínük van, és hogy mit művelnek vele a magyar színészek. Viszont akkor most sok-sok-sok-sok hollywoodi film után jöjjön egy európai, de egy olyan, ami Hollywoodban is nagyon nagy sikert aratott, konkrétan a rendezője és főszereplője felszállt az Oscar díjkioszton a székekre, és úgy közelítette meg Sophia Lorent, hogy aztán együtt táncikáljának, és bebizonyítsák, hogy az élet szép. Ebben a házban lakom. Ezerszer jártam erre, és mindig is kíváncsi voltam rá, vajon ki lakhat itt. A túlsó oldalon akarom megnyitni a boltot. A könyvesboltot? Igen, minden nap láthatnánk egymást. Hát akkor viszontlátásra. Igazán nagyon kedves volt hozzá. Most már csak egy forró fürdő. Elfelejtettem elmondani, hogy... Mondja. Nem tudja elképzelni, mennyire szeretnék szerelmeskedni magával. De soha nem mondanám el senkinek. Főleg magának nem. Ha megkínoznának, se árulnám el senkinek. Mit nem árulna el? Hogy szerelmeskedni szeretnék magával, de nem csak egyszer, nagyon sokszor. De soha nem mondom el. Majd bolond lennék elárulni, hogy itt is megtenném a háza előtt, most és amíg csak élek. Szaladjon, mert elászik. Megint elerett az eső. Hercegnő? Már is csuromvíz. Ó, ezért az öltönyért nem nagy kár. Viszont a kalapot, igen, a kalapot azt szívesen elcserélném. Jó jönne egy száraz, de hát, honnan vegyek? Hogy is volt? Nagyon egyszerű. Mária, küldj valakit, aki ad egy száraz kalapot a barátomnak. No hát ez volt az Élet szép Roberto Benigni filmjéből egy részlet, és ezt azért választottam, most, hogy beszélgetünk Pápa Erikával, mert nekem meg ez volt az a film, amit már elég sokszor láttam szinkronizáltan, ameddig rájöttem, hogy Pápa Erika szinkronizálja, és nem azért, mert hogy más hangot használt volna, vagy más hangsúlyozást, vagy bármi, hanem mert hogy éppen ez a hölgy, akit szinkronizál, ő egyáltalán nem egy hollywoodi szépség. És ugye az ember azért akarva akaratlanul is köt hangokat, és amikor ugye Jennifer Lopezhez szoktunk, meg Nicole Kidmanhez, meg nem tudom én, a nagy ikonokhoz, akkor egyszer csak ilyen kis olasz filmben legalábbis érdekes, vagy zavarba ejtő hallani Pápa Erika hangját. De működik, nagyon-nagyon működik, és ugye Háda Ján is ebben, volt. Aprics Leszi ebben nagy király, ilyen angol klasszikusok, nem tudom, több film volt, és abban van egy színésznő, én alacsony, nagyon csúnya, nagyon karakteres, de nagyon csúnya. És akkor megyek és mutatja, hogy az vagyok én. Na jó, az Laci bármit, hát szóval ő mondjuk ő. És na hát, annak kitűnő, a teljesen másképp kell persze beszélni, abszolút jön belőlem, és tökéletes. Én így álltam, na azt is meghallgattam otthon direkt. Tehát az volt az, hogy, és mondom, Aprics Laci, azt a mindenedet.
Ő szokott nekem ilyen jó kis újhullámos olasz filmeket, nem tudom, mindenféle francia újhullám, stb. Ezekben ő otthon van, és ő szokott ilyen karaktereket adni. Valahogy pontosan tudja, hogy ez nekem nagyon, hogy az bennem van. És hogyha fordulna a helyzet, és mondjuk egyszer csak Nicole Kidman úgy dönt, hogy ő inkább nem lesz többet színésznő, tehát mondjuk többségbe kerülnének az ilyen rétegebb filmek, ahol az árnyaltabb, a nem annyira szép figurákat szinkronizálnak, ahhoz is hozzá lehetne szokni, vagy azért van ennek egy dzsánkisága, hogy az ember, igen, de hogyha mondjuk ez lenne többségben, de most nem ez van többségben. Nem, ez semmi probléma, különben az évek múlnak, és az ember változik, meg színésznőként is, meg a szerepkörön is változik, meg nem tudom, tehát azzal semmi gond nincs. Mondjuk a szinkronban én szerencsés vagyok, mert ha akarok, akkor ugyanúgy tudok most is gyereket is szinkronizálni, szóval ez egy mázli amúgy. Nekünk pedig az volt a mázlink, hogy Pápa Erika végre eljött hozzánk a Magyar Változat című szinkron műsorba. Köszönjük szépen! Reméljük, jól érezte magát az őt. Sokat beszéltem, köszönöm, úgy látszik, hogy szakmai általán. Ezért hívtuk meg. Ha táncolni kell, akkor majd tévéműsorban hívjuk. Tehát ez volt a Magyar Változat című szinkronműsor itt a Kossuth Rádióban, én Kovács Gellért vagyok. Én Gyulai Gábor. Hamarosan a Vers napról napra című műsor következik, utána pedig hírek. Hallgassanak meg minket legközelebb, és köszönjük szépen, hogy most így tettek. Minden jót, vigyázzanak magukra.